élettel telt meg a belváros az utcazenészek versenyén Egerben, ahol 18 különböző helyszínen közel 140 zenész méretteti meg magát. A tét 1 millió forint, amit az a versenyző vihet haza, aki a legtöbb like érmét gyűjti össze az arra járó közönségtől. A verseny múlt hét pénteken indult, és keddig tart. A városlakosság pedig, megmondom őszintén, hogy úgy tűnik, mintha rácsodálkoznának. Nem tudják egyelőre még, hogy mit kezdjenek ezzel a dologgal, hogy dobszerkóval kint az útpatkára kitelepülve énekelnek fiatalok. Aki a belvárosban jár, rengeteg zenei stílussal találkozhat, de mindenki megtalálhatja magának valót. Úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam az utcán is, hogy milyen itt az utcán zenélni, de nagyon kellemes csalódás igazából, nagyon jó. Tetszik, hogy az embereknek tetszik, amit csinálok. Mi egy elsősorban akusztikus rock blues zenét játszó zenekar vagyunk, saját számokkal idén jelent meg az első demolemezünk, és ennek apropóján jöttünk például Egerbe és az utcazenészek versenyére. Az utcazenészek versenyén Péli Barna is fellép kedden Egerben a Tinódi téren 11 órától és a belvárosban délután 4 órakor. Bevételét egri jótékonysági szervezetnek a Roundtable-nek ajánlja fel. You say I've been spending my money on others. You've been taking money from someone else.